Gyerünk, gyerünk emberek, szedjék a lábakat! 7 percünk maradt a barcelonai Sagrada Familia megtekintésére, majd negyed óra a párizsi Notre-Dame-ra. Aztán jön a menetrendszerű vajas sütemény Kopenhága főutcáján, egy jógulyás Budapesten, és ennek mindnek meg kell történni egy órán belül, hogy aztán egész este mehessenek kaszinózni, vagy tudom is, hogy lealjasodni, meg kapuajba hányni. Na gyerünk, davaj, davaj! When I was a boy, which was quite a few weeks ago, 2-3 at least, we had problems with the Welsh because people were buying cottages and properties in Wales. People that lived in Birmingham and Manchester and particularly the industrial cities of the north. And when they bought those houses, the locals would burn them down. All the houses where used to be houses are turning into Airbnbs or other short-term rentals. We are seeing how we have less housing, but also how the cost of the rent is increasing. The two most under-regulated fields are property market and mass tourism. You know, these, and the two meet and it's disaster. If the tourist decides, okay, I want to spend less money, so maybe if I take the bike, I will get some discount. Then I will use the bike instead of renting a car. And this has a direct, very big impact into our community. This is the carrot, not the stick. Julia, you're going to have to put down the stick, you know, because the tourists are not going to go away if you beat them. We get the tourists we deserve. Üdv a középidőben! Ez egy kelet-közép-európai, osztrák-magyar produkció és az új kedvenc beszélgetős műsorotok, ahol európai ügyekről van szó, meg arról, hogy mire kellene jobban ügyelnie Európának. Én Papréka Kinga vagyok, a vendégeim pedig válogatott művészek, kutatók, újságírók és szakemberek Európa minden sarkából. Minden második csütörtökön jelentkezünk új adással, úgyhogy iratkozzatok fel most azonnal a jobb alsó sarokban lévő gombra kattintva, válasszátok ki a kis csengőikont, és emellé még állítsatok be 10-17 további emlékeztetőt, hogy véletlenül sem maradjatok le egyetlen adásról sem. Az adásainkat nézhetitek magyarul az Átlátszó csatornáján, angolul az Eurozin csatornáján, vagy 15 nyelv bármelyikén a displayeurope.eu oldalon a műsor eredeti otthonában. Ma a tömegturizmusról fogunk beszélgetni, amikor a fogyasztók Európa szerte sáska módjára kirajzanak, hogy megtapasztalják, milyen az élet olyan távoli helyeken, amelyeket a jelenlétük élhetetlenné tesz, mert bizony, ha szeretünk egy helyet, mi azt akkor halálra szeretjük. A legtöbben szeretnek utazni. Egy nem annyira. Szívem szerint csak akkor lépek át országhatárt, ha valaki más fizet érte. Ez általában egy konferencia, vagy egy projekt találkozó, néha egy különösen illusztris temetés. A legtöbb európai azonban szeret utazni, különösen azok, akik megengedhetik maguknak. A népszerű európai városok azonban nem igazán engedhetik meg maguknak, hogy ennyi turistát fogadjanak. Kezdjük mindjárt Velencével, amelynek 55 ezer lakosa van, és évente 20 millió turista keresi fel. Velence a középkori építészet lélegzetelállító remekműve, de a legtöbb látogató tengerjáró turistahajóval érkezik, és csak pár órát tölt a városban. Pár órát! Miért? Nekem több munkanapba telik, hogy alaposabban felmérjek egy kisebb termelői piacot. És aztán hetekbe, hogy végigjárjam az összes könyvtárat. Mit lehet pár óra alatt látni Velencén? Ezek a villámlátogatások aránytalanul kevés hasznot hoznak a helyi gazdaság számára is, és megterhelik a közlekedést, a köztereket és az infrastruktúrát. Ennyi idő alatt nem történik érdemi kulturális érintkezés, ez legfeljebb arra elég, hogy az ember véssen egy pipát a bakancslistájára, aztán spuri tovább. Velencében nagyon kevés a munkalehetőség a turizmuson kívül, a lakásárak viszont az egekben járnak, mert hogy a lakóházakat rövidtávú kiadásra alakították át, így a megfizethető bérlemények eltűntek a lakáspiacról. Ennek köszönhetően a város elnéptelenedik. Az állandó lakosok száma az elmúlt évtizedben 120 ezerről 55 ezerre csökkent. Jonathan Keats, a Velence veszélyben kezdeményezés elnöke szerint, ha a lakosság száma 40 ezer fő alá csökken, Velence nem lesz többé életképes élőváros. Tulajdonképpen egy skanzenné válik, önmaga kimerevített képévé, és még Disney rajongók is beláthatják, hogy nem valami világdolog életünk minden napján egy vidám parkban élni. Amsterdam az utóbbi években az Észak-Velencéje lett a maga évi 20 millió turistájával. A buliturizmus központja a híres Vöröslámpás negyed,
meg persze a legálisan füvet árusító kávézók, de a látogatók a történelmi Óváros utcáinak nagy részét benépesítik mindenféle különösebb ok nélkül. Ez pedig elég ismerős jelenség lehet számos kelet-európai nagyváros, így például Budapest lakói számára is. Budapest ugyanis az európai top 15 város között szerepel a maga évi 3.200.000 látogatójával, amely elemzők szerint lesz még évi 5.000.000 is 2030-ig. A 6. és 7. kerületekben már 10 éve lehetetlen úgy hétvégén délután este végigmenni az utcán, hogy az ember valagrészek turistákba ne botlana, és ezek közül sokan otthon hagyták a jó modorukat. A legkiugróbbak az angol legénybúcsúzók, akik kiemelkedően teljesítenek a kapuajba pisálás, az utcánhányás, szemetelés, részegrandalírozás és ordiválás versenyszámaiban, de az Isten szerelmére. Hát hogy lehet, hogy pont az angol turisták nem hallottak az angol WC-ről? Csodálatosan sokoldalú találmány, lehet ott részegen pisálni, hányni, az exednek SMS-t írni, mindegy helyen. Budapesten a kerületi önkormányzatok próbálnak beavatkozni az áldatlan állapotokba, Terézvárosban például népszavazást tartottak nemrégiben, amelynek értelmében 2026-tól betiltani tervezik a rövidtávú lakáskiadást, népi nevén az Airbnb-ztetést. Európában máshogy is próbálkoznak hasonló szabályozással, de a holland kormány az elriasztással is megpróbálkozott. Kifejezetten 18 és 35 év közötti angol férfiakat célzott meg az a reklámkampány, amely figyelmezteti őket, hogy maradjanak távol Amsterdamtól. A reklámban egy részeg fickót megbilincselnek a rendőrök, új lenyomatot vesznek tőle, és fényképet készítenek róla. Persze szerintem lesz olyan hülye, aki ettől még egzotikusabb úti célnak tartja majd a holland fővárost. Az európai bérvákum miatt az árak radikálisan különbözőek a kontinensen szerte szét, és sokan utaznak csak azért egy olcsóbb országba, hogy végre egyszer úrnak érezhessék magukat. Igaz ugyan, hogy a dél- és kelet-európai országoknak ebből jelentős bevétele származik, ez valójában megborítja a helyi gazdaságot, különösen a lakáspiacok, a tömegközlekedés és a kulturális élet terén. És akkor még nem is beszéltünk arról, amikor kormányközeli self-made vállalkozók beszállnak ebbe a buliba. Ez az asszony már megint az én lábamon áll a saját lábán? Turista özönben fuldoklik Prága és Budapest, ahogy Majorka és Barcelona is, ezért több helyen a lakosok tiltakozni kezdtek, mert korlátozni akarják a beutazók számát. Erről beszélgetünk a mai vendégeinkkel a CEU budapesti könyvtárában. Julia Isern, majorkai benszülött, foglalkozását tekintve jogász, és az EU Klímaszövetségének majorkai nagykövete. Egyúttal a kevesebb turizmus, több élet kezdeményezés szóvivője, akik sikeresen a közbeszéd homlokterébe helyezték a túltolt turizmus kérdését. Kádár Bálint a Kortárs Építészeti Központ a KÉK vezetője, építész, kurátor és urbanisztikai kutató. Évtizedek óta foglalkozik a városi turizmussal többek között Bécsben, Prágában, Budapesten, de Majorkán is. Ellen Gottsave Londonban született, de az elmúlt 25 évben Közép- és Kelet-Európában élt és dolgozott. Tagja a Brit Chartered Institute of Marketingnek és a Budapesti International Business School programigazgatója.